Évadnyitó társulati ülést tartott a Vörösmarty Színház. A rendhagyó találkozó vendégeként Cserpakovics András polgármester először megköszönte a színházbarátok nevében az előző évadot és a koronázási játékok előadásait, majd tájékoztatta a színház munkatársait, az önkormányzat a jelen gazdasági helyzetben meghozott azon kényszerű döntéseiről, amelyek a következő időszakban meghatározzák a város kulturális arculatát, így a színházét is. Elképzelhető, hogy az önkormányzatnak olyan döntést kell hoznia a téli időszak egy bizonyos szakaszára, hogy nem tudjuk ezt az épületet működtetni, hanem fel kell függesztenünk ennek az épületnek a működését, egyszerűen a megtakarítási kényszer okán. De arra kértem Szikora igazgató urat, hogy ezt úgy tervezzük meg, hogyha ezt a döntést meg is kell hoznia a város képviselőtestület, akkor is, ha lehet, akkor az évadot az egésze tekintetében ne befolyásolja, azaz ronda szóval kijátszhatók legyenek a bérletek és az előadások. Szikora János a teátrum igazgatója egy olyan rendkívüli jövőképet vázolt fel, amelyben minden lehetőséget meg kell ragadniuk ahhoz, hogy a társulat ne sérüljön, illetve a művészeti elképzelések megvalósuljanak, ugyanakkor felelősségteljes döntésként értékelte az önkormányzat meghozott határozatát. Miután az elmúlt években hozzászoktunk lassan ahhoz, hogy mindig egy kicsikét, nem sokkal, de egy picikét mindig jobban értünk, most hozzá kell szoknunk, hogy hátra arc, és egy kicsit rosszabbul, és még rosszabbul, és még rosszabbul fogunk élni. Hogyan lehet ezt feldolgozni? Hogyan lehet mégis értelmes jövőképet rajzolni a gyerekeinknek, akik majd öröklik azt a világot, amit mi örökül hagyunk rájuk? Ilyen szempontból a színház felelőssége felerősödik. Az évadnyitón egy rövid részletet mutattak be Lőrinc Zsuzsanna rendezésében a Petőfi Rock Musicalből, amelynek bemutatója színház történeti pillanat volt 1973-ban, és idén a Vörösmarty Színház egyik kiemelt darabja lesz.